Ismétlődő tevékenységek, feltételes ciklusok. Gyakorlás. Acsarja Bhaskara, hindu matematikus és csillagász a 12. században sok fontos felismeréssel gazdagította a matematikát. Lilavati, azaz Elbűvölő című feladatgyűjteményét leányának ajánlotta. Ebből származik a következő feladat. Egy hattyú csapatból annyi hattyú repült a tó irányába, mint a létszámuk tized részének a négyzete. A csapat fele elrejtőzött a nyíló vízinövények közé, hat hattyú pedig kiúszott merészen a vízre. Mondd meg nekem, te pompás hajú leányka, hány hattyú volt összesen a csapatban. A feladat szövege alapján számoljuk össze a hattyúkat. Tized részük négyzete a tó irányába repült. A csapat fele elrejtőzött a nyíló vízinövények közé, és maradt még hat hattyú, amelyik kiúszott merészen a vízre. Ha ezeket az értékeket összeadjuk, akkor éppen a hattyúk számát kapjuk meg. Ezt egy másodfokú egyenlet megoldása szolgáltatná. Most azonban próbálgatással határozzuk meg a kérdezett mennyiséget. Egy kezdőértékből kiindulva kiszámoljuk az egymást követő egész számokra ennek a kifejezésnek az értékét. Amikor visszakapjuk magát a számot, akkor eljutottunk egy megoldáshoz. A próbálgatást feltételes ciklus segítségével írjuk fel. Indítsuk el a Visual Studio-t, és hozzunk létre egy új projektet hattyúk néven. Helyezzünk el egy parancsgombot és egy címkét az űrlapon. Deklaráljuk a hattyú nevű változót, amellyel a hattyúk számát jelezzük. Mivel a kifejezés értékének meghatározásánál osztanunk is kell, ezért single típust alkalmazunk. A kezdőérték legyen például 1. Nyilván ennél jobb becslést is adhatnánk az alsó határra, például a hattyúk száma nem lehet kisebb, mint 10, de erre nem érdemes túl sok energiát fordítanunk. Következik a ciklus, amelyben ismétlési feltételt alkalmazunk. A hattyúk számát el kell tehát osztani 10-zel, a hányados négyzetre emelni, ehhez hozzáadni a változó értékének a felét, majd még 6-ot. Így visszakapjuk az eredeti számot. Ügyeljünk azonban arra, hogy ismétlési feltételt alkalmazunk, a ciklus tehát addig kell ismételni, amíg nem kapjuk meg a keresett értéket. Ha a vizsgált érték nem felel meg a feltételnek, akkor a következő természetes számmal próbálkozunk. A ciklus mag egyetlen utasításból áll, a hattyúk számát megnöveljük 1-jel. Mi hiányzik még a feltételes ciklusból? Ha nincs megoldás, akkor a feltételünk mindig teljesül, végtelen ciklust kapunk. Emlékezzünk vissza arra, hogy az ismétlési feltételt ki kell egészítenünk egy olyan relációval, ami biztosan leállítja a futást. Úgy becsüljük, hogy a hattyúk száma kisebb, mint 1000. Erre a végén még visszatérünk. Tehát az ismétlési feltételhez hozzátartozik még a hattyú kisebb, mint 1000 reláció. Mindkét feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a következő számra térjünk rá. A végtelen ciklust megakadályozó relációt közvetlenül a while kulcsszó után a feladatban szereplő feltétel elé írtam. Ennek később látjuk hasznát. Itt, mivel a logikai és művelet kommutatív, a két operandus felcserélhető, nincs jelentősége a sorrendnek. Idővel véget ér a ciklus. Vajon miért léptünk ki? Vizsgáljuk meg, ha a hattyúk száma kisebb, mint 1000, akkor találtunk megoldást. Ezt kiírjuk a címkére. Egyébként pedig nem találtunk megoldást, legalábbis az 1000-nél kisebb természetes számokra.
Futtassuk a programot. Éme, 20 hattyú volt a csapatban. Ellenőrizd, hogy erre a számra teljesülnek-e a feladat feltételei. Módosítsd a programot. Írd át az ismétlési feltételt kilépési feltételre, és futtasd le úgyis a programot. Itt tehát egy természetes számokra vonatkozó másodfokú egyenletet oldottunk meg a do-ciklus segítségével. 20 hattyú tartozik a csapathoz. De van-e még megoldás? Határozzuk meg esetleg az összeset. Ehhez számlálós ciklust használunk. Kipróbáljuk mondjuk 1-től 1000-ig az összes természetes számra, hogy teljesül-e a feladat szövege alapján felírt feltétel. Ha igen, akkor az aktuális ciklusváltozót kiírjuk a képernyőre. Próbáljuk ki. Láthatjuk, hogy adódott még egy megoldás, 30 hattyú is lehetett a csapatban. Ha tehát megelégszünk egyetlen megoldással, akkor a do-ciklust, az összes megoldás meghatározásához pedig a for-ciklust használjuk. De mekkora legyen a ciklus változó végértéke? Hívjuk segítségül az Excel-t, és ábrázoljuk a feladatunknak megfelelő x per 10 a négyzeten plusz x per 2 plusz 6 függvény grafikonját. Ennek egyenlőnek kell lennie magával az x-el. Mint látjuk, a parabola x egyenlő 30-40-től kezdve egyre jobban eltávolodik az egyenestől, sokkal meredekebben emelkedik. A nagyobb számokra tehát biztosan nem lesz megoldás. Egyedül 20-30 környékén közelíti meg egymást a két grafikon, kinagyítva láthatjuk, hogy egy szakaszon az egyenes a parabola fölé emelkedik, két meccéspont, azaz két megoldás létezik. Oldjuk meg a tankönyv 92. oldalán a hetes feladatot. Hozzunk létre egy új projektet kertész névem. Helyezzünk el az űrlapon egy parancsgombot és egy címkét. Az előző programhoz hasonlóan egy ciklus segítségével megkeressük azt a természetes számot, amely megfelel a feladat feltételeinek. Deklaráljuk az alma változót, amellyel az almák számát tartjuk nyilván. Könnyebb lesz a programot felírni, ha a maradékra is bevezetünk egy változót. Mivel közben osztanunk kell, nem használhatunk egész típust, hiszen a kerekítés miatt hibás eredményre juthatnánk. Maradjunk a single típusnál. Itt csak több lépésben tudjuk ellenőrizni, hogy az aktuális érték megfelele a feladat feltételeinek. Ezért hátul tesztelő ciklust használunk. Az alma változó értékét a ciklus elején fogjuk megnövelni, ezért először nullából indulunk ki. Jön az első vevő. Határozzuk meg, hogy mennyi alma marad. Elviszi az almák felét, és még egy fél almát. Ezt kivonjuk az eredeti értékből, így kapjuk meg a maradékot. A következő vevő ismét elviszi az almák felét, most azonban a marad változó mutatja ezt az értéket, plusz még egy fél almát. Az előző értékéből kivonva megkapjuk, hogy a második vevő után mennyi almánk maradt. Ajjaj, ennek felírását kéne 7 vevőig folytatni. Még Ctrl-C, Ctrl-V-vel sincs hozzá kedvem, nem szólva arról, ha esetleg 100 vevő jön egymás után. Az ismétlődő utasítások felírását ciklusba szervezhetjük. Alkalmazzunk tehát ciklust. Ráadásul tudjuk előre,
hogy 7 ismétlésre lesz szükség, vagyis a vásárlásokat for ciklusba foglalhatjuk. A vevőkre vonatkozóan meghatározzuk a maradékokat. Először azonban értéket kell adnunk a marad változónak. Amíg nem jött egy vevő sem, addig az almák aktuális számával egyezik meg. Alkalmazzunk ismétlési feltételt, tehát amíg az almák száma kisebb, mint 1000, ez akadályozza meg ugye a végtelen ciklust, és a maradék nem egyenlő nullával, addig ismételjük a ciklust. A kilépés után a szokásos vizsgálat következik. Ha az almák száma kisebb, mint 1000, akkor találtunk megoldást, kiírjuk a címkére. Egyébként pedig nincs megoldás, legalábbis az 1000 alatti természetes számokra. Lássuk, hány almája volt eredetileg a kertésznek. Programunk szerint 127. Ellenőrizd. Lehet itt is több megoldás? Gondold meg, próbáld ki!